Dombóvárváros alpolgármestere Kerényi Zsolt is hangszert ragadott annak az országos szervezésű rendezvénynek a megnyitóján, melynek 58. helyszíne volt a település. A hangszert a kézbe kiállítás egy olyan kezdeményezés, ahol a gyerekek számos zenei eszközt kipróbálhatnak. Ahogy az alpolgármester fogalmazott, sokkal boldogabb életet tud élni az, akinek a zenével kapcsolata van. Két alapfokú művészeti iskola is működik Dombóváron. Elég sok tanszakkal, tehát különböző hangszereket lehet tanulni. Mondhatom azt, hogy szinte minden klasszikus hangszert, és ezen kívül nagyon sok amatőr és kevésbé amatőr zenei formáció együttes is működik. Tehát akinek van ilyen fajta terve, affinitása, az megtalálja a lehetőséget Dombóváron. Az országjáró zenei játéktérre és ismeretterjesztő program sorozatra már az első délelőtt alkalmával sokan voltak kíváncsiak. A diákok az interaktív kiállítás keretében elismert szakemberek közreműködésével próbálhatták ki a hangszereket. A rendhagyó énekórák pedig bemutatták számukra a különböző zenei műfajokban használt eszközöket, az irányzatok, stílusok kialakulását és azok sokszínűségét. A kezdeményezés 2017-ben indult, tudtuk meg a program megálmodójától. Miután a Nemzeti Kulturális Alaphang foglaló programja mellé állt, 17 februárjában elindulhatott az első, és akkor még azt gondoltuk, hogy jó, csinálunk belőle 8-at, aztán befejeztük, de már az első alkalmaknál jöttek a városok, hogy hú, de hát ezt mi is szeretnénk, művelődési azok, hogy ez hozzánk is eljuthatna. Az érdeklődők június 11-ig próbálhatják ki ingyenesen a hangszereket.